Nyehetővétől, Turóci Erika vagyok. Szeretném bemutatni Csetneki Csillát, aki nemrég a Siketek Nemzetközi Szépségversenyén vett részt. Hogyan is került oda? 2009-ben a magyar szépségkirálynő választáson Lee Adrián nyert el a koronát. Utána idén 2011-ben a magyar szépségverseny választáson Csetneki Csilla nyert a Hallok Egyesület által szervezett Hóvirág bálon. Ő lett a királynő. Nemrégen, július közepén részt vett a Miss Delf International választáson, Floridában, Orlandó városában. És mi lett ennek az eredménye? Erről most fogunk majd beszélgetni. Olvastam a Facebookon, hogy nyertél valamit, mesélni erről egy picit. Igen, megnyertem a Miss Bikini címet. Ez egy egyéves honlapszerződéssel jár együtt, amin a fényképeim fognak megjelenni. Valamint nyertem egy egyedi tervezésű jogot és némi készpénzt. És közönségdíj nem volt? Nem volt közönségdíj, mivel nagyon sokan online nézték a versenyt, és azért nem tudták volna megoldani azt, hogy a szavazás lebonyolódjon. Meg tudnád mondani, hogy mi lett az eredménye a versenynek, első, második, harmadik helyezett? Igen, az első helyezett Jamaica lett, a második helyezett, vagy első udvarhölgy, ha mondhatjuk úgy, Brazília, a második udvarhölgy Franciaország lett, és a harmadik udvarhölgy pedig Korea. Ki támogatta az utazást? Gondolom a Hallok Egyesület támogatott ebben. Kísérővel utaztál, vagy egyedül? A Hallok Egyesület sajnos nem támogatta az utazásomat. Egy biztosító cég támogatta a repülőjegyemet, valamint nekem és a kísérőmnek is kifizette az utasbiztosítást. Kísérővel utaztam, igen, a család közeli barátja jött velem, Kajus Mari. Hát jóformán a utazásnak a 80%-át cserkénytől finanszíroztam. Nagyon sok rólemben részt vettél bikiniben, stb. Stb. És volt egy különleges piros estélyi ruhád, az valaki varta neked, vagy te vetted valahol? A Szabó Gergő divattervező varta nekem, kifejezetten az én alakomra csinálta. És az úton is szeretném neki majd köszönni. A bikinit, amit hordtunk, azt egy kinti amerikai divattervező csinálta nekünk. Meg kellett magunkat mutatni nemzetközi viseletben, illetve volt produkció, és ahhoz mindenkinek a saját produkció, a saját ruhát kellett vinnie. De volt kint egy divattervező, aki felkért minket arra, hogy mutassuk be az ő ruháját is. Bűvészkedtem. Hasonló dolgot adtam elő, mint a Hóvirág bálon, de amire picit megspékeltem. Hogyan érezted magad az egész rendezvény alatt? Az első naptól kezdve az utolsó napig. Nagyon jó volt, nagyon örülök, hogy eljuthattam oda, nagyon sok jó barátot szerezhettem, főleg az európaiakkal szeretném és fogom is tartani a kapcsolatot.
a svéd és a francia lányt emelném ki, ővelük napi szinten beszélgetünk. Amikor megnyerted a 200 dollárt, a weboldalas munkát, emiatt képes vagy kimenni Amerikába? Igen, hogyha lesznek felkéréseim, akkor mindenképpen kimennék Amerikába a divat bemutatóra, vagy éppen egy fotózásra. De azt mondta a hölgy, akitől nyertem a díjat, hogy valószínű, hogy lesznek Európában is munkák. A Magyar Szépségversenyre kihívott meg, magától vettél részt? Esetleg korábban vettél részt már szépségversenyen? Ez volt az első szépségverseny, amin részt vettem. Lea Adrián hívott meg, mert vele együtt jártam egy középiskolába, és onnan korábban az ismeretség. De most, augusztusban lesz egy Miss Hungary választás, amire megyek, és a Hóvirágbálon kaptam ezt a nyereményt, hogy nem kell részt vennem az elősejtezőn, hanem rögtön az elődöntőbe vagyok. Gratulálok és sok sikert kívánok hozzá! Köszönöm. És egy más kérdés is feltennék. 22 éves vagy, és most mit tanulsz? A Budapesti Kommunikációs Főiskola Heller Farkas karán tanulok turizmus vendéglátást. Most vagyok harmadéves, és rendezvényszervezéshez szeretnék szakosodni. Nem, az iskola az első, mindenképpen diplomát szeretnék, és emellett, hogyha van idő, természetesen vállalom a munkákat. Mióta vagy siket, vagy nagyot halló? Hogyan lettél hallássérült? Amikor megszülettem, én egészséges voltam, és 3 éves koromban vesztettem el a hallásomat egy influenza járványnak köszönhetően. A hallóidegeimet támadta meg tulajdonképpen, és ezért vagyok hallássérült, nagyot halló. Igen, hallókészüléket használok, ha mondhatom, az minden nap, minden percében, minden órájában, mindig rajtam van. Igen, tudok vele telefonálni, és teljesen jól értem a beszélgetéseket. A mai csúcs technológiának köszönhetően az idei év legjobb hallókészüléke, ami a fülemben van. Hallani hallok, fölismerem például édesanyám hangját, de ahhoz, hogy értsem, ahhoz igénylem azt, hogy szemben forduljon velem. Igen, tudok szájban olvasni magyarul is, és angolul is. Mikor ismerkedtél meg a jelnyelvvel, és mióta használod a jelnyelvet? Hát igazából nagyon közelről, februárban ismerkedtem meg, amikor volt a Hóvirágbál verseny. Használni, akkor elkezdtem tanulni egy kicsit a magyar jelnyelvet, de igazából júniustól intenzíven nemzetközi jelnyelvre tanítottam, mert azt kellett a kinti amerikai versenyen. Szerintem a jelnyelv az egy nagyon jó dolog, mert a siket nagyot halló társadalom ki tudja fejezni magát, és tudnak kommunikálni. Persze támogattak a szüleim, sőt még meg is kértek, hogy egy-két dolgot tanítsak meg. Például, hogy hogy van az, hogy milyen nemre, vagy hogy jó reggelt, jó napot, milyen alapdolgokat szeretnék volna megtanulni. Korábban is támogattak a szüleim, csak nem volt olyan szituáció, hogy kellett volna tanulnom a jelnyelvet. A nemzetközi jelnyelvvel mi a helyzet? Szerintem könnyebb, mint egy beszélő nyelv, mert ugye van benne egy jelen, egy jövő és egy múlt idő, ezért sokkal könnyebb megtanulni. Más nyelveket is beszélsz? Igen, angolul, valamint németül beszélek. Nem volt nehéz megtanulni az idegen nyelveket? De nehéz volt, mert a hallás utáni szövegértésnél voltak problémáim a hallókészülék miatt, de sokat gyakoroltam, és így sikerült elérnem azt, hogy most már játszik könnyedséggel meg. A jelnyelvhez egy különös gondolkodás kell, hogy azt tudjam eljelenni, amit mondani szeretnék, ezért szerintem a jelnyelv kicsit nehezebb.
Viszont a beszélő nyelvben sokkal több igeidő van, a ragozások, egyeztetni a főnevet, az alanyjal, állítmány, ez szerintem nehezebb. Az utolsó kérdésem. Mi jut eszedbe arról, hogy mi az az Amerika? Mi az Amerika számodra? Sztárok, csillogás, nagy autók, és hát a végtelen nyugalom. Sokkal lassabbak, mint az európaiak. Mi sokkal gyorsabbak vagyunk, sokkal gyorsabban pörög a gondolkodásunk is. Tetszik Amerika, de nem költöznék ki. Nem az én világom. Sajnálom, hogy nem sikerült bejutnod az első 10-be a szépségversenyen, és nem nyertél. De nagyon gyönyörű lány vagy. Köszönöm szépen. Úgy tudom, hogy Amerikában tartották meg a születésnapodat. Utólag is sok boldogságot szeretnénk kívánni a Jel TV nevében nekem. Köszönöm. Most hány éves vagy? 22. Köszönöm szépen az interjút. Augusztusra sok sikert kívánok neked. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen mindent. Én is köszönöm.